Tisztítás előtt nézzük meg, hogy a készülékünkön van-e sérülés, majd óramutató járásával ellentétes irányban tekerjük szét. A csapágytartót sűrített levegővel fújjuk meg. A papír alátéteket vegyük ki, ezekre különösen vigyázzunk, nehogy elvesszenek, mert enélkül a készülék használhatatlanná válik. A belső részt óvatosan nyomjuk ki, erre akár saját eszközt is használhatunk. A tengelyt sűrített levegővel lefújjuk, majd a külső burkolatot is kifújjuk. Ezután óvatosan fordított sorrendben rakjuk vissza az alkatrészeket. Először a főtengelyt, majd a papír alátéteket is. Ezután erősen húzzuk meg. Ha ezzel megvagyunk, megfogjuk a készülék középső részét, és a végét, ahol az aljzat van, letekerjük. Sűrített levegővel ezt is kifújhatjuk. A papír alátéteket innen is kivesszük, a motort óvatosan kijebb húzzuk, vigyázzunk a kábelekre. Ecsettel majd sűrített levegővel megtisztítjuk, majd a papír alátét visszahelyezése után a motort is visszatoljuk. A végét beletekerjük, megszorítjuk. Először ellenőrizzük az adaptert, van-e rajta sérülés, esetleg kábeltörés. Sérülés esetén vigyük szervízbe, normál esetben ecsettel fortalanítjuk, majd ezt is sűrített levegővel átfújjuk.